Sziasztok, Farkas Gabriella vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának másodéves biológus hallgatója. Szeretnék nektek információt adni arról, hogy a Tinódi mennyi élménnyel gazdagította az életemet, és mennyi tudást adott az itt eltöltött idő. Először is azzal kezdeném, hogy amikor én pályaválasztás előtt álltam, illetve iskolaválasztás előtt, mint ti, az egyik legfontosabb döntésem, amiért a Tinódit választottam, az az volt, hogy mennyire technikailag például felszerelt. Gondolok itt a laboratóriumra, ahol nagyon sok új eszközzel is ismerkedtem meg, és nagyon sok biológiai, illetve kémiai kísérletet végeztem, ami nagyban hozzájárult a későbbi boldogulásomhoz, valamint például a tantermekben az okostáblák, ahol sok-sok előadást lehet tartani, ezzel színesítve az óráknak a hangulatát, illetve versenyekre való felkészülést is nagyon elősegíti. Ez, hogy ilyen lehetőség van például a Tinódiban. Emellett, amikor elmentem nyílt napra, nagyon fontos volt az is, hogy találkoztam a tanárokkal, és megismerkedtem velük, és megláttam bennük azt a mérhetetlen szaktudást, illetve türelmet, amivel a diákok felé fordulnak, és akkor döntöttem el, hogy nekem az elkövetkezendő 4 évemet itt kell töltenem. És nagyon jól is tettem. Emellett, hogy igazából akármi is érdekeljen titeket, tehát a humán tárgyaktól elkezdve a természettudományokig, igazából a Tinódi mindennek jó alapokat nyújt, és emellett nagyon sok kulturális programmal is várt, tehát a város szívében például ugye diáknapok, szallagavató, gólyanapok, ezek mind-mind olyan élmények, amikre az ember nagyon jó érzéssel tekint vissza, és még a mai napig élénken él bennem a kép, hogy milyen jó volt. És tényleg az osztálykirándulások is annyira színesítették a hétköznapjainkat, hogy nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. És összességében azt szeretném mondani, hogy ha még egyszer választanom kéne, én még egyszer a Tinódit választanám, és úgy gondolom, a Tinódi volt nekem az a hely, ahol megtaláltam önmagamat és azt, amivel az elkövetkezendő éveimet, illetve szinte az egész életemet szeretném tölteni. Szóval igazából annyit tudok mondani nektek, hogy Tinódisnak lenni jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!